2016 elejére jelentős fejlesztés valósult meg Hahóton és a Hahóti önkormányzathoz tartozó Fakospusztán. Hahót község önkormányzata 2015-ben pályázott a Hahóti napközi otthonos óvoda és a Hahóti közös önkormányzati hivatal épületeinek energetikai korszerűsítésére, amire 38 millió forintot, teljes támogatást nyert. Ebbe a pályázatba sikerült később bevonni a Hahóti Művelődési Ház és a Fakospuszta Közösségi Ház épületeit is, és a támogatási összeget több mint 54 millió forintra növelni. A Hahóti óvoda épülete 1905-ben épült, és 1962-ig egyházi iskolaként működött. 1962 óta szolgál óvodaként a hahóti gyerekeknek. Jelenleg 26 óvodás tölti itt a nappalokat. Az elmúlt 110 évben többször is felújították. 2001-ben a konyha kapott HCCP minősítést, 2002-ben teljes fűtésrekonstrukció történt, 2013-ban a tetőcserére is sor került. A mostani KEOP pályázat lehetőséget teremtett az épület külső energetikai korszerűsítésére is. Utólagos homlokzat hőszigetelése 16 cm vastagságban, zárófödém utólagos hőszigetelése 25 cm vastagságban, és a régi nyílászárók cseréjére is. Az épületen 21 darab új műanyag nyílászárót építettek be a szakemberek. Az óvoda felújítással évente 1,1 millió forint energiaköltség megtakarítás érhető el. Megújult a közös önkormányzati hivatal épülete is. Utólagos homlokzat hőszigetelése 16 cm vastagságban, zárófödém utólagos hőszigetelése 20 cm vastagságban történt, és a régi nyílászárók új műanyag nyílászárókra cserélése valósult meg. Az önkormányzat épületének külső energetikai korszerűsítésével 553 ezer forint energiaköltség takarítható meg évente. A pályázat lehetőséget adott arra, hogy a már korábban felújított művelődési ház épületén a még korszerűtlen nyílászárókat új műanyag nyílászárókra cserélhessék. Fakospuszta Hahóttól pár percnyi autóútra található, jelenleg 110 ember él itt. A Fakospusztai Közösségi Ház régen gazdasági épületként szolgált, jelenleg misézőterem és több más közösségi helység is található itt. Az épület állapota az elmúlt évtizedekben nagyon leromlott. Jókor jött a felújítási lehetőség. Az épületen utólagos homlokzat hőszigetelést 16 cm vastagságban, zárófödém utólagos hőszigetelést 20 cm vastagságban végeztek, és sor került a pincefödém 6 cm szórt hőszigetelésére, valamint a meglévő nyílászárók új műanyag nyílászárókra cserélésére. Mivel a tető rendkívül rossz állapotú, ennek cseréjét még tavasszal az önkormányzat saját forrásból elvégezteti. Várakozások szerint a Fakospusztai Közösségi Ház felújításával nem csak energiaköltség spórolható meg, de az itt tartózkodók komfortérzete is javulhat.